Hölgyek, urak, ez a második alkalom, ha Isten segít, akkor lesz harmadik reméljük, is talán. Reméljük. Úgyhogy örömmel. A mezőfalvi PET-palack feldolgozó üzem bővítésére újabb támogatást nyert el a vállalat. Az alapkőletételen dr. Illés Zoltán államtitkár hangsúlyozta, a kormány kiemelt fontosságúnak tekinti a beruházást. Három oka van, az első környezetvédelem, hiszen a PET-palackok 400 év alatt se bomlanak le a természetbe vagy a szeméttelepen, az újrahasznosítás az értéket jelent, a második oka munkahelyteremtés, a harmadik, hát hála Istennek, ez vidékfejlesztést is jelent egyúttal. Tehát három tényező az, ami miatt az ilyen jellegű beruházásokat, amelyek nem egyszeriek, hanem újból és újból hasznot és értéket teremtenek, és bővülésükkel munkahelyeket jelentenek, ezeket támogatja a kormány, és kívánjuk ezt tenni 2014 után is. A két éve átadott világszínvonalú üzemben újrahasznosított termékeket, mint pántolószalagot és fröccsöntött termékeket állítanak elő PET-palackokból. Az üzemcsarnokot több mint 200 millió forintból bővítik, amelyet az állam is támogatott. Ennek a gyárnak a működése jelzi azt, és annak a támogatási politikának, amelynek köszönhetően a magyar kormány újabb 100 millió forinttal támogatta ezt az üzemet, hogy nagyon fontos számunkra az az innováció, az a magyar szellemi teljesítmény, amire épül ez az üzem. Az 1300 négyzetméteres üzemcsarnokban az év végére félkész és késztermékek raktározása valósul meg. A beruházással a jelenlegi munkavállalók száma a háromszorosára emelkedik.